Nemrég mutatták be Nóda Mózes teológiai tanár Kegyelembe mártott idő című könyvét. A kötetről, a liturgikus gyakorlatokról beszélgetünk Bodó Mártával a következő percekben. Köszöntöm. És köszöntöm. Örvendek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy hát a könyvbemutató után itt is beszélgethetünk az Erdélyi Figyelőben róla. Ugyanis ön szerkesztette ezt a kötetet, és ön is beszélgetett Nóda Mózes szerzővel. Nos, hát liturgikus esszék ugye elsősorban, illetve tanulmányok vannak ebben a kötetben. Hát a liturgikus esszék, talán kezdjük ott, hogy ezek mit is. Hát Nóda Mózesről ugye azt is tudni kell, hogy gyakorló lelkészként kezdte, tehát nem tanárként a pályáját, volt segédlelkész, ahogy illik, és volt lelkész, mégpedig egyetemi lelkész, tehát fiatalok között dolgozott nagyon sokat, és arra jött rá, hogy bizony a liturgia, ugye azt mondjuk a katolikus szóhasználat szerint, hogy ez a katolikus életnek, a keresztény életnek a csúcsa és a forrása. De hogy ez egy ilyen nagyon szép, elvont kettős, és nem biztos, hogy ezt mindenki érti, vagy így tudja megélni, és akkor ezt valahogy magyarázni kell. Nem nagyon rég fedezte fel az angol szerzetes Timothy Radcliffe munkásságát is Nóda Mózes, és ebben az angol szász egyfajta pragmatikusságban megtalálta azt is, ami őt magát is mindig mozgatta, tehát hogy megfoghatóvá kell tenni mindazt, ami a templomban történik. Különösen ugye egy katolikus szentmise az egy előre meghatározott rend szerint épül fel, meg vannak a részei, meg van ennek a gyönyörű szép szentírási alapja, történelmi alapja, de hogy ezt olykor nem eleven, nem tud egy mai fiatal például semmit kötni hozzá. És igazából ez hívta életre ezt ezért ezt mai nyelven érthetően meg kell fogalmazni, ez vezeti általában is a tanári munkásságát is, és a úgymond itt írói. Itt igazából a Biblia versus hát az érthetővé tett liturgiák, mert a Bibliának is most már vannak újabb és újabb fordításai. Nem tudom, ön hogy látja, például veszi-e az értékéből, vagy nem, amennyiben teljesen magyarázóan van leírva egy helyzet, nem használja már azt az archaikus magyar nyelvet? Hát azt tudni kell, hogy a katolikus egyházban, legalábbis amióta én az eszemet tudom, tehát nem egy nagyon archaikus nyelvű Bibliát használtunk. Mi irodalomszakot is végezvén természetesen tanultuk a gyönyörű, veretes régi kifejezéseket, és hát talán emiatt is én azért úgy gondolom, hogy persze, hogy ott kell legyen a polcon a régi, veretes, gyönyörű, szép, mondjuk Pázmányt is nagyon szeretem, de hogy azért egy mai fiatalnak, nem, ha nem érti, ha nem tudja megfogni, ha nem tudja megkóstolni, akkor nem fogja magáénak érezni. Hát manapság még jobban felgyorsult az idő és a SMS-es világban. Tehát én úgy gondolom, hogy később kell aztán visszavezetni az archaikus dolgoknak. Először megérteni, és aztán élvezkedni. Így van. Nos, Kegyelembe mártott idő, ez a címe. Nyilván beszélt a szerzővel arról, hogy mit is jelent ez a cím. Nekem első hallásra ugye a Kegyelemben mártott idő, az ostya jut eszembe, és a bor, ugye? És az, hogy akkor a kegyelem lenne ugye a bor, Jézusnak a vére, Jézus mint a kegyelem, és az idő az, mint az ostya. Nagyon szép, és mindig akkor érdekes egy cím, vagy egy bármilyen megfogalmazás, amikor a befogadók valamit kihoznak belőle. Hát a címet végül is a szerző választotta, mégpedig egy német liturgikus Pius Pársnak a
kifejezése ez, és meg is magyarázza egyébként az előszóban a szerző, hogy tehát Pius Pars ezt a liturgikus évre használta, ugye megint csak a katolikus szóhasználatban fel van építve a normál polgári év, nagy ünnepkörök, mondjuk karácsony, húsvét, pünkösd, és akkor e köré, illetve hát van az úgynevezett évközi idő, amikor ezeken kívüli időszakot élünk, és hogy ezt a liturgikus évet nevezte ez a német liturgikus Pius Pars kegyelembe mártott időnek, mégpedig azért, mert tehát az idő, mint amin Istennel való találkozás, mondjuk úgy, hogy alkalma. Érdekes különböző gyakorlatokról is ír a szerző ebben a kötetben, a Jézus szíve tisztelet például, ezt itt feljegyeztem magamnak, illetve hát exorcizmus a liturgiában. Talán térjünk ki akkor a másodikra, inkább szerintem ez érdekesebb. Mi az egyház hozzáállása, a 21. századi egyháznak a hozzáállása az exorcizmushoz, exorcizáláshoz? Hát alapvetően olyan szempontból nem változott az egyház tanítása, hogy van, létezik a rossz, és ezt tapasztaljuk is. Nem föltétlenül, tehát úgy, mint Isten akaratából létező, hanem mint az Isten által megengedett, akár kísértő körülmény. Most, hogy egészen konkrétan személynek tartjuk egy befolyásnak, egy elhajlásnak. Sokat beszél róla az egyház. Nem a rosszról, a gonoszról, mint olyan, hanem magáról az exorcizálásnak a... Igen. Tehát erről a technikáról, ami létezik, gondolom a Vatikántól elkezdve, onnan kigyűrűzve, mindenhol. Annyira negatív konnotációt vett, és pont úgy is kezdi egyébként az írását Nóda Mózes is, hogy tehát az exorcizmus szóhallatán manapság már azok a fejüket körbeforgató szereplős horrorfilmek jutnak mindenki eszébe, és hát azért az exorcizmus nem ez, illetve a gonosz maga, vagy a megszállottság sem ez, nem, ezek a maximum extrém esetek, de akkor sem forog a tengelye körül az ezeket ember tanítják feje. Ma? Tanítják különösen a papnövendékeknek, egészen röviden tanítják a jövendőbeli hitoktatóknak is, de nyilván nem ezek a központi kérdések, tehát a könyvnek nyilván nem, hanem hát inkább engem. A gyakorlatban sem, tehát úgy néz ki, hogy maga a kereszt, tehát a megkeresztelés, megkeresztelkedés által lényegében az Isten lefoglalja magának az embert, illetve hát a különböző liturgikus tárgyakat, és tulajdonképpen így már kivonódnak a rossznak, vagy a gonosznak a fennhatósága alól. Tehát az első exorcizmus megtörténik a keresztelés szertartásában, ahol el is hangzik a kérdés, és egyébként a katolikus szertartásban húsvét éjjelén is, hogy ellene mondottok-e a sátánnak és minden kísértésének és minden próbálkozásának a keresztelőben, ahol manapság ugye csecsemőket keresztelünk, a keresztszülők és a szülők mondják ki azt, hogy igen. Ilyen szempontból nagyon sok exorcizmusnak ki van téve egy ember az élet alatt, akár talán az imádságot is, akkor már vehetjük annak, így hogy van. Saját magamat. Vagy magamból exorcizálom a rosszat. Mik vannak még, miket tartalmaz a kötet? Ugye feljegyeztem, Márton Áront is érinti, illetve hát, amint mondtam, a Jézus szíve tiszteletét. Mi mindenről olvashatnak még azok, akik a kezükbe veszik ezt a kötetet? Hadd mondjam még azért azt el, hogy a mi atyánkban eleve exorcizáljuk magunkat, mert hogy szabad van egy olyan kérés benne, úgyhogy mindenki minden nap, ha ezt elmondja, exorcizálja magát. Illetve kinek ajánlaná ezt a kötetet? Ugye a fiatalok elhangzottak már, hogy hozzájuk közeledne a... Hát mindenképpen közelíteni a vallást. Ugye három részből áll a kötet, és csak egy kisebb része ezek a komolyabb tanulmányok, tehát második vatikáni zsinat recepciója, Márton Áron öröksége, elsősorban a liturgikus örökségét vizsgálja. A Jézus szíve tisztelet, vagy más áhítat gyakorlatok, tehát amikkel tulajdonképpen a vallásosságot ki lehet ma fejezni, ezekről ír, és ezt valóban akárkinek lehet ajánlani ezt a kötetet,
hát elsősorban gyakorló katolikusoknak, vagy akiknek kérdéseik vannak a vallásgyakorlatukkal kapcsolatosan, mert úgy tálalja ezeket, ahogy egy mai ember a mai gondolkodásával meg tudja jobban fogni, és meg tudja jobban érteni és élni a hitét. Kegyelembe mártott idő, ez ennek a kötetnek a címe, és Nóda Mózes a szerzője, illetve Bodó Mártával, a kötet szerkesztőjével beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy befáradt és ismertette velünk ezt az igen érdekes könyvet. Köszönöm.